Jó estét kívánok a kedves tévénézőknek, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Legyen Ön is Milliómos, a Tét, ma este is 40 millió forint. Sziasztok, sziasztok kedves emberek, én Dombi vagyok, és ez itt a Legyen Ön is Milliómos Gameplay 13. adása, és ma egy izgalmas adásra nézünk elébe. Tudom, hogy ezt már ezredjére is el fogom mondani, de ez most tényleg az lesz. És most ott tartunk, hogy 200 ezres kérdésnél járunk, hiszen az előző adásban a 100 ezres kérdésen már sikerült túljutnunk, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, úgyhogy köszönöm szépen! Kicsit hangosnak hallom, úgyhogy le is veszem a hangot, lejjebb veszem, így. Melyik országban tevékenykedett a négyek bandája? Ez a következő kérdés, tehát a 200 ezres kérdés, hogy a négyek bandája hol tevékenykedett. A négyek bandája. Hogyha jól tudom, akkor szerintem az amerikaiak. Ez a hatodik kérdésben még nem szoktunk nehezeket adni. Hát nekem, én már nekem ez már, de... Na mindegy, legyen a C, vágó, legyen. Melyik földrészen található Patagónia? Patagónia. Nézze, ha segít, nyugodtan csukja be a szemét és képzelje el maga elé azt a térhetet. Panto... mi? Patagónia, Patagónia. Dél-Amerika szerintem. Megmondja, rock együttes slágerei voltak a Száj fel magasra és a Kóbor angyal. Piramis! Száj, száj, száj fel magasra, dalom, hódítsd meg most a kékeget. Ismerős, nem? Milyen italról írt kantátát Bach? Milyen italról írt kantát? Felezzünk. Hú, hát az jó kérdés, hogy Bach milyen italról kantát. Johann Sebastian Bach, na, nem jutott eszembe a neve. De szerintem sörről írt, mert hát abban az időben... Tényleg? Hát nem tudtam már, úr. De hogy... Johann... nem tudom milyen. Sörről írt, vagy kávéról. De nem sör lesz az. Legyen az A. Oké. Másfél millió gyerekek. Melyik állat tetteti magát halottnak a vészhelyzetben? Hát ezt tudom, ez az oposszum. Megvan, gyerekek! Most biztos, hogy megsüketültetek ettől a örömömtől. Ki volt a férfi sakkvilágbajnok 75 és 85 között?
Sakk világbajnok. Hát én nem vagyok tisztában annyira a sakk, hogy kik nyerték meg ezeket a VB-ket. Tehát sakk világbajnok. Nem bízok. Mi? Mi a buta? Telefonáljunk. Telefonáljunk. Dehogy nem. De. Végleges. 3. Melyik orosz cár nyújtott katonai segítséget Habsburgoknak 1849-ben? Második Miklós vagy első Miklós? Első Sándor vagy második? Legyen a közönség. Most. Na nézzük. Hát igen, azért a közönség nem is akárhogyan tévedhet. Tehát a második Miklósra tippelnek. 3 millió az már van. Tök nyugodtan, az egyik pillanatban tök nyugodtan. De ha gondolod, vegyük olybá, hogy én nem is kérdeztem semmit. Akkor tehát... Legyen első Miklós. Legyen első Miklós. Most csak mondom, betippelem. Ahogy gondoltam. Tudtam, hogy első Miklós. 10 millió. Kinek a szövege alapján készült Bartók Béla a Csodálatos Mandarin című műve? Én azt hiszem megállok. A komoly zenét nagyon nem szeretem. De azért elmondhatnám azt, hogy azért már eljutottunk odáig, hogy kétszer is meglegyen a másfél millió, illetve egyszer volt olyan, amikor a 20 milliót megnyertük, egyszer volt a 40 millió, de én most ezt a 10 milliót nem akarom ezt elveszíteni, ezt az 5 milliót, úgyhogy szerintem én megállok, mert többször nyertünk már meg másfél milliót itt az adások alatt, így én arra gondoltam, hogy itt megállok, tehát, ja. Megállok. Az lett volna, lengyel menyhéért. Az úgy szép. Az jó, de várjatok, valamit megnézek. Közben nem perépes korját nézni. Megjelölés után. Azt nem értem, hogy amikor megállítom, akkor miért... Na mindegy, ez érdekes. Na. Kezdjük előről. Egy sorkérdéssel. Rögjük szerint emelkedő sorrendben az alábbi római katolikus egyházi méltóságokat. Hát első a plébános. Utána jönnek az érsek, utána jön a püspök, és utána jön a pápa. Mi van? Bazd meg, az érsek az utolsó előtti. Kurva élet. Na mindegy, jöjjön, nagyon. Állj csak csökkenő sorrendben az alábbi országokat színniben nyert aranyérmek. Jó van, menj már. Mit tudom én.
Úgyhogy csak becsatszolom. Magyarország nyert a legtöbb aranyérmet a Sydney olimpián. Jó, kezdjük. Köszönöm szépen. 5000-ért. Na nézzük akkor azt az 5000-est. Mit vettem a vásárban félpénzzel a népköltés szerint? Tyúkot vettem a vásárba félpénzzel. Az fasza úgy. Mire szólt fel Iceman Mihály slágere? János legyen fenn a János legyen fenn a János hegyen. Elmegyünk a 100 000-ig, azt utána tartunk egy reklámot. Mire használják a fritőzt? Sütés. Sütésre használják. Nem is gondoltam volna. Melyik bagolyfajta latin nevét kapta a rajzfilmes Dr. Bubo? Uhú, bagolytól. Ki az apja Héraklésznak a görög mitológiában? Héraklésznak görög mitológiában. Hűha, bazd meg. Ja, tényleg, Zeus. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Tegye föl Pista be. Melyik sportolónk nyerte a legtöbb egyéni olimpiai bajnokságot? Na, eljutottunk odáig, hogy elmegyünk egy kis szünetre, így hát, kedves nézők, addig gondolkodjanak ön is ezen a kérdésen, hogy melyik sportolónk nyerte a legtöbb egyéni olimpiai bajnokságot. Pár perc szünet és folytatódik a Legyen Ön is Milliomos! Folytatódik a Legyen Ön is Milliómos adása, ahol ott hagytuk abba, ahol melyik sportolónk nyerte a legtöbb egyéni olimpiai bajnokságot, és én arra gondoltam, hogy a közönséget megkérdezem. Na kedves közönségben, látom, hogy tűködülnek, hogy mondják. Már nem mondják, hanem nyomják. Jó? Akkor megvan? Tessék szívesen szavazni. Most. Fogalmam sincs. 200 000-es kérdésnél ilyen olimpiai kérdésekből, de Hódziáról nem tudom. Úgy tűnik, hogy Egerszegi Krisztina. Mindjárt kiderül. Nagyon szépen köszönöm a közönségtől. Gondoltam, hogy Egerszegi. Milyen színű lesz a Lankmusz papírsav hatására? Azt nem tudom. Telefonos kérdés. Fingom sincs. Sárga? Vagy zöld? Vörös lenne. Megjelölöm a C-t. Most már csak tipmixelni tudok, az a helyzet. Most már tippelgetni. Nagyon gyorsan. Maga biztosan. Nézzük. Jól van. Hol tört ki a paraszt felkelés Budai Nagy Antal vezetésével? Paraszt felkelés. Azt hiszem az Erdélyben, Békésben. Váj. Budai Nagy Antal. Nyugat-Dunán tudom, vagy Erdély. Legyen Erdély. Jól van. Ez a várakoztatás annyira idegtépő néha. Melyik hangszerhez igazodnak a zenészek a zenekar hangolásakor? Húvola, klarinét, hengedű. Klarinét, húvola nem.
Meg az obból se. Csak sok a hegedű lehetsz. Obol. Basszus, mivel kevertem össze? Ne sajnálja, vágó úr, ne sajnálja. Van még bőven időnk. Szeretésük időrendjébe a következő magyar labdarúgó csatárokat. Lóhely Puskás Ferencet nem tudom, hogy mikor született. De... az egyetlen magyar aranylabdás. Albert Florian. Kiprek József. Tegyék idő, felfedezésük időrendjébe az alábbi kémiai elemeket. Jaj, hagyjatok már engem ezzel a kémiával, most már beszarás, hogy... rádium, majdnem eltaláltam. Feltalálásuk sorrendjébe az alábbi találmányokat, kezdjük a legrégebbivel. Na várjám. Távírók. Na várjál akkor... Ó, bazd meg a telefon. Még egyet. Magyar megyeszékhely helyeket észak-déli sorrendbe. Észak-déli. Na várjál. Akkor Győr, Veszprém, Pécs, Kecskemét. Ne basszál már fel! Nagyon ne menjen el ez a műsoridő. Ne menjen el ez a műsoridő, mert aztán baj lesz belőle. Hogy ezzel fogom elpöcsölni az időt a sorkérdéssel. Hogy nevezik a nagy étkű falánk embert? Haspók. Haspók. A hashajtó az más. A hashajtó az más. Mi a pendely? Ruhadarab. A pendely. Mi a fene? Mik között válogathatunk egy bibliotékában? Hoppá, nem azt akartam. Hát meg vagyunk, vágó úr. Olvasnivalót. Olvasnivaló. Melyik filmrendezőn készít rajzfilmeket? Dargai Attila. Ez könnyű volt. Melyik nem rákcsáló az alábbiak közül? Rákcsáló? A csincsilla az nem az? Akkor a csincsilla. Mennyit az nem? Bazd meg! Jó. Jaj, bazd meg, a mennyit az másmilyen állat. Kurva fasz picsába bele. Ja. Mit törnek az óra alán, akit bosszantanak? Borsót törnek az óra alá. Melyik francia asszony lett híres divat tervezőként? Coco Chanel. Az igen, micsoda név. Egy asszonynak. Nem azért. Kinek a nevét viseli egyetem Budapesten? Ötvös Ló... Na várjál. Egyetem? Ötvös Lóránd. Ennyi. Jött a kövi. Minek a rövidítése volt? A monarchia idején használták KUK kifejezést. Császári és királyi. Na jó, nézzük a 101-es kérdést, mert én nem akarok elvérezni. Hová építenek egy manzárd... mit? Manzárd szobát. Manzárd szoba. Szerintem az a tetőtérbe. Új, végre! Új, de jó, örülök neki, baszki. Megvan. 200 ezeres kérdés. Hát most nem jutunk el a másfél millióig, az biztos.
Milyen része egy ruhának a zsabó? Mi van? A zseb... Mi az már? Nem zserbó. Majdnem azt mondtam. Zsabó. Igen. Hát... mit tudom én? Tehát... legyen a B. Bár... nem vagyok ebbe biztos. Lehet, hogy meg fogtok engem kövezni. Jó van, oké, és jó. Ki a szerzője a húsvéti cikk néven emlegetett történelmi dokumentumnak? Húsvéti cikk. Ez jó kérdés. Jó, történelemvág úr? Akkor ki a franc izé? Azt tudom, ez a Deák írta. Na nézzük. Húsvéti cikk. Ez egyértelmű, hogy Deák Ferenc írta, ki nem tudná. Csak nekem először nem ugrott be. Hány állandó ülőhelyig számít egy gépjármű személyi gépkocsinak a Kressz szerint? Tehát hány állandó? Nincs. Most. Kilenc. Hát így legyen. Nagyon szépen köszönöm a közönségtől, nagyon szépen köszönöm. Megszólalt a duda, ez azt jelenti, hogy elfogyott a mai elrendelt játékidőnk. Nagyon-nagyon remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket ez a mai epizód. Ez volt a 13. adása Legyen Ön is Milliomosból. Ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve fel is iratkoztatok a csatornámra. Én Dombi voltam, a továbbra is éreszek. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Szép napot kívánok nektek! Sziasztok!